Ünnepélyes keretek között zárult le a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórház, a Kisegyetemi Oktatókórház onkológiai diagnosztikai eszközök fejlesztése Nyíregyházán című projektje. A projekt keretében beszerzésre és beüzemelésre került egy új MR készülék. A legfontosabb, amit kiemelnék, amit elkezdtünk 7 évvel ezelőtt, úgynevezett pólus fejlesztés itt a Nyíregyházi Kórházban, az nem áll meg. Ennek egy újabb fontos lépés, ez az MR készülék, már a második, és hát elsősorban azok értékelik, akik az orvosok, asszisztensek, akik használják, gyógyítanak vele, másosabban pedig a betegek, akiknek ide kell jönniük. A projekt sikeres befejezésével lehetőség van arra, hogy a daganatos megbetegedés miatti halálozás csökkenjen, illetve hozzájárul az ellátási területen élő onkológiai ellátásra szoruló kivizsgálásának stabil diagnosztikai hátteréhez, a betegek életben maradási esélyeinek a növeléséhez, valamint a kórház által működtetett infrastruktúra költséghatékonyabb működtetéséhez. Ez egy csodálatos karácsonyi ajándék az intézményünknek. Nagyon régóta készülünk erre, és nagyon régóta számítottunk erre a második MR készülékre, hisz maga az az onkológiai szakmai munka, amit a intézményünkben folyik, ennek az egyik biztosítéka az, hogy megfelelő képalkotása mind a daganatoknak a fölismerésében, illetve a daganatok utáni nyomonkövetésben nagyon nagy szerepe van ennek a készüléknek. Az MR berendezés mind a mellett, hogy a kor követelményeinek megfelelő pontos és éles képet alkot, ezzel hozzájárulva a helyes diagnózis felállításához, a kórházban idáig egyedüliként használt MR készülékhez képest nagyobb komfortot is biztosít a betegek számára. Térelejét tekintve ugyanolyan, mint a másik készülékünk, amiben lényegesen különbözik az a nyílásnak a mérete. Tehát eddig nagy testsúlyú betegeket nem tudtunk vizsgálni, ők ide is, itt is meg tudjuk őket vizsgálni, mert be fognak férni. Illetve ami még fontos, hogy nagyon nagy az igény ezekre a vizsgálatokra, és már egy géppel ezeket az igényeket nem tudjuk kiszolgálni, úgyhogy lehetőségünk lesz arra, hogy a beteg vizsgálatok számát növeljük, illetve a várakozási időt tudjuk csökkenteni. Az új MR készülékkel 2018 év elején kezdik meg a gyógyító munkát.